Idén május 20-án tartotta a Pécsi Egyházmegye pedagógus napi ünnepségét. Az Egyházmegye fenntartásában 11 iskola és 9 óvoda működik Baranya és Tolna megye területén. Az ünnepi püspöki szentmise után Felföldi László főpásztor 3 pedagógusnak adta át a Szepesi Ignác életműdíjat, kiemelkedő tanári munkájuk elismeréseként. Idén Nagy Ibolya, a Siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Molnárné Fodor Andrea, a Paksi Balog Antal Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa, valamint Tomposné Kovács Edit, a Pécsi Szent Mór Iskola Központ óvoda vezetője vehette át a rangos elismerést. Nagyon fontos az elismerés, hogy hihetetlen nehéz és rendkívül fontos munkát végeznek az iskolában a pedagógusaink, hisz a jövő nemzedékét formálják, alakítják. A díjazás mindig azt gondolom, egy odafigyelés, egy elismerés, és igazából mindig egy ember kapja, de valójában a közösség kapja. És itt most az egyik iskola tanári kara együtt állt föl. Ez egy példaértékű. Látszik, hogy mindenki boldog, mert nem az volt, hogy na valakit kitüntettek, hanem együtt éreztek, együtt ünnepeltek. És ezt szeretném az iskolában, a tanári karokban megélni, hogy nyilván valakiket ki kell emelnünk, de ugyanakkor az mindig az iskolának, annak a közösségnek szól. Ez egy jutalom, ez egy odafigyelés, egy hálaadás, egy köszönet, azért a szép, eredményes, gazdag munkáért, amit végeznek. Az eseményről bővebben a május 26-án induló Egyházmegyei magazinunkban számolunk majd be.